A győri Baross híd, amelyen naponta 17 ezer gépjármű halad át, nem csoda, hogy az évek során teljesen tönkrement. Már régóta fel kellett volna újítani, ám erre most van meg az állami forrás, így napokon belül kezdődik a munka. Örömmel tájékoztatjuk arról a közvéleményt, hogy az új Széchenyi terv keretein belül rövidesen megkezdődik a Baross Gábor híd teljes körű felújítása. Türelmet kért az eddig a hídon közlekedőktől Simon Robert Balázs a rekonstrukció szerdai sajtótájékoztatóján. Az országgyűlési képviselő szerint komoly áttörés, hogy végre 1,4 milliárd forintból valóban felújítják a hidat. A munkálatok azonban komoly korlátozásokkal is járnak. Megpróbáltak a szervezők egy olyan időpontot választani, ami a legkevésbé érinti a téli időszakot, hiszen akkor nem lehet a munkálatokat végezni, viszont ez az időszak most bekövetkezik. Május 5-től kerül lezárásra a híd, mintegy 7 hónapra, de cserébe november közepén egy teljes mértékben felújított, a napi igényeknek megfelelő, biztonságosan járható, gyalogosok, kerékpárosok és autósok tömegközlekedés által tökéletesen használható hidat kapunk vissza. Az előkészítő munkák után május 5-től teljesen lezárják a hidat, ekkor indulnak a nagyszabású átalakítások az átkelőn. Ez idő alatt a Nádor aluljárót és a 821-es utat ajánlják menekülő útnak a szakemberek, akik szerint november közepéig végeznek a hídfelújítással. A 130 méteres hídnál az Esperanto utcai és a Révai utca részén a 12 egységből két-két rész teljes egészében elbontásra kerül. Itt a korábbi fém szerkezetet teljes egészében vasbeton szerkezetre cseréljük, megemeljük a hídnak az űrszelvényét, ezáltal a modern kori forgalom is elférjen alatta. A hídvédő kapupárokat fogunk elhelyezni mindkét oldalra, mind az Esperanto utca, mind a Révai utca sarkán. Emellett a hídnak teljes egészében kicseréljük a burkolatát, a járda is megemelésre kerül, megújult burkolattal, kicseréljük a korlát szerkezetét, valamint a dilatációs és a szigetelés részeket is. A Magyar Közút saját honlapján és a sajtóban folyamatosan tájékoztatja majd a közlekedőket a munkák épp aktuális állásáról. Szóvivőjük azt kéri az utazóktól, hogy mindig időben és előre tájékozódjanak. Minden egyes munkafázisról, új munkafázisról folyamatosan fogjuk majd tájékoztatni a lakosságot minden rendelkezésünkre álló csatornán, tehát a sajtón, a weboldalainkon, illetve a hivatalos Facebook oldalunkon keresztül is. Ki kell emelni, hogy nem zöldmezős beruházásról van szó, tehát mindenképpen olyan korlátozásokat kell bevezetni a felújítás kapcsán, amely kisebb vagy nagyobb mértékben, de a környéken élőknek a közlekedési viszonyaiban mindenképpen változást fog hozni. Forgalomtechnikai jelzéseket már gyakorlatilag a város határától kezdődően ki fogjuk építeni, hogy nem csak a személygépjárművek, hanem nehéz gépjárművek is lehetőség szerint elkerüljék majd ezt a környéket. A helyi közlekedési rendszer átalakításáról itt a Győr Pluszon az útkezelő szervezet, a buszközlekedés módosulásairól pedig a Kisalföld Volán folyamatosan tájékoztatja a közlekedőket, híradónk pedig természetesen a felújítási munkák minden fontos állomásáról időben és lehetőleg előre beszámol majd, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a Baross híd teljes rekonstrukciója.